ha majd az unokát, a dédunokát érdemesnek tartom, most már nem is merem azt mondani, hogy kézbe venni, mert lehet, hogy akkor már nem is olvasnak, mert egy analfabéta magas kultúra lesz, kép és látvány, és hang, ugye, vagyis én azt szoktam mondani, hogy a vers végre a Gutenberg óta száműzetéséből visszahelyeződik homéroszi jogaiba, amikor mondták, szavalták a verset és énekelték. Éltető áldozat, az az áldozat ad életerőt az utódoknak, amely valóban őszinte, hiteles, teljesen odaadott áldozat. Nem méricskél, nem számolgat, hogy vajon megéri-e. És nekünk, akik itt állunk, azt gondolom, hogy erre kell rádöbbennünk, hogy hány és hány olyan lehetőség lehet és lesz az életünkben, amikor mi is adhatunk valamit, önmagunkból. Most, amikor elimádkozzuk az Úr imádságát, akkor tegyük ezt azért, hogy megköszönjük, hogy élhetünk lelkileg mindenképpen és fizikailag is abból az áldozatból, amit az elődeink adtak. És hát gondoljunk arra, hogy milyen jó volna velük együtt lenni és találkozni egyszer majd az örökké valóságban. Azon a felén, ahová a jók, az Istennek tetszők tartoznak. Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellen vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Az Úr Jézus nevében. Az Úr áldjon és védelmezzen mindnyájunkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kányádi Sándor, nyelvestető. Csíkországban, hol az erdők zöldebbek talán, mint máshol, ahol ezüst hangú rigók énekelnek a nagy fákon, hol a fenyők olyan mélyen kapaszkodnak a vén földbe, kitérni vimar se tudja másképpen, csak ketté törve. Van ott a sok nagy hegy között, egy szelíden szépen hajló, mint egy nyerek, kit viselne mesebeli óriásló. Úgy is hívják nyergestető. Egyik engyel vas a kászon, a másik meg az innenső, így csillogna csíkozmáson. Nem csak szél, de hírese is. Fönn a tetőn, a nyerekben, ott zöldelnek a fenyőfák, egész csíkban a legszebben. Ott eresztik legmélyebbre gyökereket a vénytörzsek. Nem mozdulnak a viharban, inkább szálig ketté törnek. Évszázados az az erdő, áll azóta rendületlen, szabadságharcosok vére lüktetlen a gyökerekben. Mert temető ez az erdő, és kopja fa minden szárfa. Itt esett el Gál Sándornak száznál is több katonája.
véres harc volt, a patak is vértől áradt azon reggel. Támadt a cár és a császár hatalmas nagy hadsereggel. De a védők nem rettentettek, alig voltak a 200-an, álltak, mint a fenyők a harc rettentő vadviharában. Végül csellel, árulással, vére törülhették őket. Meg nem adta magát Székely, mint a szárfák kertétörtek. Elámult az ellenség is, ekkora bátorság láttán. Zászlót hajtva temette el a hősöket a hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek, mindegy száli olyan bátran, mint az a görög 300 termúgyű leszorosában. Nem tud róluk a nagyvilág, őstettükről nem beszélnek. Hírük nem őszi legenda, dicsőítő haciének. Csak a sírjukon nőtt fenyők, fönn a tetőn, a nyerekben. S azért zöld el az az erdő, egész csíkban, a legszebben. Amikor Putyin csárdás táncolt Szaranszba a finnugor kongresszuson. Mert tudni kell azt, nem tudom, tudják, hogy Putyin rokonunk. Webster. A Webster voltok, lévek, ezek a nyugati finnekhez, mint a ugorok, ugye finnugor ák, vannak a voltok, azt hiszem már csak egy vagy két volt, már volt, és Webszék vannak 7000. Ebből beszélnek 4000 még Webszéül, és Vladimir Vladimirovics állítólag egy Webszer doktorándus Budapesten, kitűnő tud magyarul, a Webszer lány, ő mondta, hogy a nagyanyjával, egyik nagyanyjával még Webszéül beszélt Putyin. Valamit tenni újra a magyar miséjét, Gyárgófőnök. Azt mondta Püspök, hogy elkéstünk, édesfiam, Vatikán, impérium. Az impériumnak érdeke, hogy legyenek román nyelvű római katolikusok is, ezért fontosabb, ezt Mártonáron Püspök úr mondta, esküvel alapvalóan, fontosabb nekik a 200-250 ezer csángó származásúnak mondott római katolikus, vagy román-római katolikus, előbb lesz Bukarestbe érsekség fiam, mint az István alapította egyházban. Nem azért mondom, mint hogyha érsekek szeretnénk lenni. És ez így is történt, tényleg. Van például a román vendégmunkások, a csángók, akik Olaszországban dolgoznak, azok kivívták az anyanyelvi misét román. Azon kívül a gyulafehérvári érsekséghez nem tartozik a váradi püspökség például. A bukaresti érsekség nevezi ki oda, és lehetőleg ezeket a janicsár papokat is a vegyes lakosi területeknek. Az igazság az, hogy most itt mind magyarországiak, ugye? Igen. Akkor szívjuk. Nem. Van a csicsójok. Akkor az ő malmukra hajtsuk a vizet. Mert ugye azt szokták mondani, hogy mi határon túliek vagyunk. Ez egy eléggé hátrányos helyzet, a táposok nekünk azt mondják, hogy határon túliak vagyunk, ugye? és én magam bőrén is tapasztaltam, nem, igazán nem sírhatok, mert nekem nincsen ilyen bánatom, de hát azért volt, amikor azt mondta, hogy egy határon túli, és én éppen ezért én határon innenni vagyok, és úgy is szoktam megszólítani az otthoniakot, például ilyen politikai összevezetés, hogy tisztelt határon túl. És innen nézve, ők vannak határon túl, és hát szóval azzal vigasztalom a debrecenieket, a szegedieket,
kecskemétieket, hogy Budapestről nézve testvéreim, ti is határon túljabb vagytok. Szász Endre, a nagy festő, aztán van pénze elég. Hát mondom, emberek, én nem tudom milyen alapos szólunk bele egy másik ország, de ha pénzről van szó, tényleg Szász Bandi egy éjszaka megfest 3 Kossuth diárát. Igen. De azon nem tudják, hogy mi kincs van a birtokában. Mányokitól napjainkig legalább a fele hamisítvány, mondja. Mondom, de a másik fele eredeti, az is sokat ér. Az semmi, nem történt az se. Másnap feljöttek, hogy nem kaptam meg. Kaposvár ajánlotta, nem kaptam meg. És aztán én többet nem is mentem arrafelé, és olvastam egy levelet, azzal, hogy hát csak pár héttel ezelőtt fedeztem fő fiúk alját, akkor el sem olvastam, hogy értesítsük, tisztelt Kányádi úr, értesítsük, hogy átszervezzük a Kossuth-díj bizottságot, hogy mindenki megismerhesse jobban, mert éppen ezért megköszönve eddigi szolgálatai, további szolgálataira nem tartunk igényt. Most vettem észre annyi év után, tizenvalahány év után, hogy fölmondtak nekem. Na mindegy. Én azért írok ilyen dallamos verseket, mert kompenzálom. Nem tudok énekelni. És azt Petőfi Sándor is azért hagyta abba a színi pályát, és mondja, mert abban az időben mi musicaleket, népszíműveket adtak, és nem tudott énekelni. De egyébként, ha megvigasztal, meg kell mondjam azt, hogy Babits Mihály, a szövegről lehetett tudni Babits Mihály, hogy a himnuszt vagy a szózatot énekli el. De azért ahhoz képest elég dallamos verse. Na így vigasztalt engem. A budapesti kabaréban volt plakátragasztó, és ezért nyilván lehetett főrendező, de értett is. Tőle tanultam azt, hogy sketch, és még egy pár ilyen kifejezést. No, énekeljem el, mert most hónap alatt bemutató, és elkezdtem, hogy a villanyfényes utcák során a járván ballagok kinyúlnak előttem a behúnyt szemű muskát is abban. Gyanúsan néznek rám, és azt mondják, Sándor, ne tréfálj, rendesen énekel. És én rendesen énekeltem. Én az iskolában akkor nem volt külön zene, a református kollégám, többiekkel együtt tudtam énekelni. Nem beszélve arról, hogy én 6 éves korom óta énekeltem, mert éjszaka az erdőben, félelmekben, hol sírtam, hol meg énekeltem. Elénekeltem még egyszer, és aztán gyere csak Jenő ide a színfalak mögül, odahívják az unoka, bátyám, énekel, de Jenő elénekli, tényleg szép hangja, de a versében még bele is botlott vagy kétszer. Na most énekel, de Sándor. És elénekeltem, de bátortalanul, és azt mondják, hogy Sándor, te nem tudsz énekelni. Ezt a tragédiát. Hát aztán nincs más megoldás, Jenő, te a színfalat fölött fogsz énekelni, és Sándor, te fogsz tátogni a színfalat. És így, és ha én tudom, hogy kitaláltam a playbacket, akkor szabadalmaztatom, akkor itt nem itt a Argita fürdőn a verskedvelőknek tartok a fiákat, hanem a Bill Gates-el vagyok. A partiban. Én elég szigorú gyermekkorom volt, ugye, és falusi, úgynevezett ugye, középparaszti családokban mindent kellett csinálni. Én 6 éves korom óta azt szoktam dicsekvésből mondani, megdolgoztam annyit, amennyit magamra veszek és amit megeszem. Annyi erőt, egész biztos. És hát például az volt a szokás régen, most biztos magángazdaságokat, az önellátó falvak, ha újra életre jönnek, a lóval szántottuk fel a földet, és a lónak, amikor nem volt szükség rá, akkor az úgynevezett kiháló csordába vittük ki, és az a falutól olyan 5 kilométerre volt, ami 1 kilométer legalább erdő volt. És én az erdőszélre érve elengedtem a lovak kimentek
jelentkeztek a pásztornál, egy nagyon, hát még tovább dicsekedjék, én egy napon születtem egy kancacsikóval, egy árvának született kancacsikóval, szomszéd falba, Dobóba, előtt jön május 10-én 1929-ben, egy dobai gazdának született, és ellés közben elpusztult az anya. Egy hétig cumival táplálták, és akkor megtudták, hogy Kányádi Miklós Nagygalom-falván van egy csikós kancája, és akkor édesapám oda megvette, és 6 véka pirosbeli körtével, a dobaiak körtével, a gyümölcsek kereskedők, ilyen kupesz népek voltak, és akkor megvette ezt a csikót, és én ezzel nőttem föl. 18 éves koráig. Akkor ették meg a farkasok, az már egy elég időskor életében, és akkor úgynevezett havi vakos volt, vagyis ilyen farkasok vaksága, alkonyatkor már nem látott jól, és az volt az, hogy szabadság szerető állat volt, például a második világháború is megszökött, mint a székelyek. Elvitték, besorozták, és édesapám még oda volt a hadakutyára, vonult át a székely határőrök, és egy hajnalban nyerítés halunk a kapuban, és ott volt egy géppuska rekedszel a hátán, megszökött, mint a székelyek, hazajött. Öregnek hívták. Amikor a farkasok meggyalázták, akkor az akkori SMS-el a falu templom tornyából mondták be ki a fontos eseményeket. A ráérősebbeket kidobolták a törvényeket, de azt mondja, hogy a négy ablak felesen, vigyázott, nagy farkas, járás, veszély van a Kányádi Miklós fehér kancát, hát az öreget megmocskolták a farkasok. Szóval mi célja van? Mi célja lehet egy nemzetnek? Hát ezt az elődei tudták, ők fedezték fel, akik Pannonhalmán, de lehetséges, hogy Páduában valahol, de inkább itthon temetések alkalmában különösen, akkor juthatott eszükbe, hogy új Istennek, még meg is csúszhatott a nyelv, az új Istennek se lehet tetsző, hogy olyan nyelven ajánljuk az egek irgalmába a megyeri halott lelkét, amit a végtisztesség tevő nem értenek. A szüleik, a hozzátartozóik, és ezért a cella homályába, annak van a körmükre égő gyertyával, vagy körmére égő gyertyával egy szerzetes, vagy egy szerzetes csoport lefordítottak egy temetkezési beszédet. Akkor nyert célt, hogy miért kell nekünk megmaradni, meg mi lehet egy nemzetnek a cél. És itt szoktam nagyképpen azt mondani, hogy mi, magyarok, Isten kiválasztott népe vagyunk. A magyar Isten kiválasztott népe. Az írások szerint a zsidókot kellett volna mondanom, mert ők Isten kiválasztott, a zsidók Isten kiválasztott népe, a zsidó nyelv Isten kiválasztott nyelv a zsidók számára. A román Isten kiválasztott népe, a román nyelv Isten kiválasztott nyelve a románok számára. Mi lehet egy nemzetnek, egy népnek a célja? Hogy az Isten csak számára kiválasztott nyelvet az emberiség életének legvégső határait tovább vigye, gyarapítsa, éljen vele és benne mindannyiunk örömére, Isten nagyobb dicsőségére. Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul beszélünk, amíg magyarul tanulunk, magyarul gondolkozunk. Ezért vagyunk ezen a világon, és ezt tudta Géza fejedelem, és tanulta meg a fia tőle. Oh.
26 és fél éves korára megírta Petőfi Sándor összes költeményeit. Akkor Arany Jánosnak van egy fényképe, 67 éves korában olyan aggasztjának néz ki, hogy, és én egy tisztességtelen dolognak tartanám, hogy 85. évenben vagyok, és nem szégyellem magam. És egyszer mondtam, Ilyes Gyula bácsinak mondtam, hogy hát azért bizonyos kor után az ember, és ő olyan 80 felé járt, és rám nézett, azt mondja, nem lehet tisztességes ember, aki a versírást abba hagyja. Mondom, de Gyula bácsi, azért idejében abba hagyni, az se kutya, úgy hátba ütött. Azt mondta, hogy te rám célzol, hogy nem csak mondom.